Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok! egy újabb év, egy újabb Call of Duty, és hát akár honnan nézzük, lehet, hogy már nagyon elfusarált, egyhangú, unalmas, nem megújuló, és mindenféle milyen jelzőket kap a Call of Duty mostrában, még mindig az egyik legnagyobb durranásnak számít a játékvilágban ez, ennek a játéknak a megjelenése évente. persze egyre kisebb durranás, de, de még mindig egy nagy durranásnak számít. Úgyhogy most a beta alapján gorcsó alá veszük a World War 2-t. Ugye az előző év Call of Duty, az Infinite Warfare nem teljesen nyerte el senkinek se a tetszését, viszont azt hozzá kell tenni, hogy egy új generáció kezdett el Call of mondjuk így, és egy új generáció fogott bele, és azoknak pedig tetszett az Infinite Warfare sehol sem tart természetesen a régi kodokhoz képest és ahhoz képest mennyien játszottak online egy nap a régebbi kodokkal gondolok itt kod 4, mv 2 kod 5 pedig már ott már kezdődött némi hanyatlás, black ops 2 szóval ezekre a játékokon naponta nagyon több százezren játszottak online infinite warfare inkább több ezren játszák online sajnos a modern warfare remastered széria is csak inkább egy pár ezren játszik online, pedig az, az egy kifejezetten jó remaster lett és itt van most nekünk ugye a World War 2 tehát a másik világháború Call of Duty M mire számítsunk tőle e meg kell hagyni hogy én mint egy elég öreg kod játékos, tehát kod 1-től egészen mostani kódig mindegyik kód megvan mindegyik kódba belejátszottam a legtöbb időt kod 4-ben mv2-ben töltöttem el Kód 2-ben is mondjuk elég szignifikáns időt töltöttem de a legtöbb, legtöbb időt tényleg Kód 4 és nv 2 uh, jelentette számomra, és de attól függetlenül mindegyik kódba uh, több száz órát beletettem, attól függ, hogy mennyire tetszett uh, az az adott uh, Call of Duty. És Azóta, mióta megjelent a kot 1, 2, 3, azóta felnőtt egy generáció, azt kell, hogy mondjam, tehát uh, üdv az Call of Duty igazi világában mondom ezt hogy a fiatalabb nézőinek, és ez az, mondhatni, ahonnan valahonnan elindult a Call of Duty, és én, mint egy régi játékos, egy ilyen aspektusból szeretném ö, megvizsgálni ezt a játékot, mert ö, aki a régi játékosok közül arra vágyik, hogy, hogy valami újat fog kapni ezen Call of Duty-val, akkor nagyon-nagyon csalódni fog mert nincs benne semmi új. Azok a játékosok, akik arra számítanak, hogy valami kod kettő féleséget fognak kapni, akkor azok is csalódni fognak, nem? Egyáltalán egyáltalán nincs meg benne ez a kod kettes feeling. Aki arra gondol, hogy kicsit közelebb áll a kod öthöz, World at war -hoz, akkor azok nem tévednek akkorát, de van benne egy jelentős különbség, amire ki fogok térni. Uh, hamarosan. És ugye mondva, hogy felnőtt egy új generáció, én is izgalommal álltam hozzá ez a World War 2-höz, főleg azért, mert egy, egy grafikai update-ről beszélünk ott 2 képest, 3-hoz, 5-höz képest, és a játék szép. Tény és való, hozzá fogom tenni, GTX 1080-on játszok, ezen minden szép. Tehát azt, azt, hozzá kell tenni. Voltak játékosok, akik panaszkodtak teljesítményre. Tehát például a livestreameltem amúgy a játékot, nyugodtan el lehet ugorni a Twitch csatornámra. Livestreameltem a játékot, és ott akivel játszottam gomival, ő mondta, hogy neki nem, ne, ne, nagyon sokszor FPS dropja volt. Ez egy 1080-on i héten nehezen érződik meg, de előfordulható volt, akinek voltak ilyen teljesítmény Problémái. De ettől függetlenül a Call of Duty még mindig az a játék, amihez ta talán olyan erős pc nem kell. Ezt mondjuk manapság nehéz kijelenteni, de a grafikai fejlődéssel együtt, piacfejlődéssel együtt és a piac igényével együtt a Call of Duty is kénytelen volt egy kicsit bekeményíteni gépigénytéren és Um, grafikai téren is legalább valami veszelvet. Ezzel ellentétben a multiplayert játszva itt-ott néhol béta, jelzem béta uh, alapján itt-ott néhol azért látszódott egy kis elmosódott textúra, de nem lenne Call of Duty, hogyha ez így nem lenne uh, jelen. Szóval számíthatok némi teljesítmény ingadozásra is, hogyha egy gyengébb becske videókártyátok van, de úgy hiszem, hogy egy 980-tól fölfelé nem hiszem, hogy ilyesmivel küzdködnötök kell, hogy őszinte legyek, hogy egy i5-től fölfelé rendelkező processzorral vagytok, negyedik generációtól, hetedik generáció fölfelé rendelkező processzorral vagytok, nem hiszem, hogy gondot fog jelenteni a játék, de most akkor térjünk rá egy kicsit, hogy mit tapasztaltam multiplayerből, és most egy viszonylag szakmai szemszögből szeretném megközelíteni a dolgot, hogy mit, mit nyújt, próbálok objektív lenni, és, és teljesen uh, hozzáfűzni a dolgokat ahhoz, ami a Call of Duty. Szóval, mint már egyszer mondtam, veterán játékosok, ne számítsatok újra, ne számítsatok COD2 nosztalgiára, mert nincs meg benne. A COD2 nosztalgia uh, a kod ötnek az érzete is más volt, amikor játszottam, szóval nincs meg benne egy te, egy, egy új Um, új érzete van ennek a második háborús játéknak, és ez az új érzet, és is tudom pontosan mondani nektek mi, az a pályák rettenetes árkádos megcsinálása. Szóval um, néztem Level Cap nek a videóját erről, és egy pontban nagyon beletalált uh, Level Cap, amikor mondta, hogy a pályák úgy vannak megcsinálva, mint egy um, vidámpark szerűség. Tehát amikor így belépsz a a pályára valahogy a, az épületek, a fedezékek egy kicsit ilyen méretileg eltúlozva vannak, valahogy azt az érzetét kelti, mint hogyha egy vidámparkban lennél, és a pályáknak a méretek kicsire van megcsinálva, annak ellenére, hogy az épületek mérete azt kellene sugározza, hogy a pályák nagyobbak, hosszabbak, hosszúkásabbak lehetnének, és ezen még a FOV sem tudott, tehát a Field of View sem tudott igazán javítani, és emiatt az érzet miatt, és az, hogy a fegyverek viszonylag nagyok a képernyőn, eh, emiatt a, a dolog miatt az egésznek egy árkádos feelingje megvan, de nem csak a feelingje, hanem a játék maga is Uh, árkádos szintre van uh, húzva, és összinteszek ve veletek, ez nem volt rossz. Tehát így így végig élveztem a multiplayert, szerintem aki elugrik megnézni a livestreamet, szerintem nagyon kis hallatszott a hangomból. És akkor most térünk rá uh, gameplay... Um, alapokra, amitől én egy Call of Duty-t egy jó játéknak tartottam régen, és amitől tarthatnám ezt a játékot is, ha csak nem kúrják el radar uh, rettenet jól működik, és a régi COD 4-es uh, feelinget, hogy a COD 4 és NV2-es, NV3-os radart hozták vissza, ami nagyon-nagyon megkönnyíti uh, a játékot azoknak, akik tudják olvasni a radart. A fegyverek lövése uh, nagyon jól van megoldva, azt leszámítva, hogy egy nagyjából minden fegyver, de az kit már manapság. A uh, fegyverek lövése nagyon jól van oldva a Time to Kill... Um, pont megfelelő, tehát tudsz reagálni, van időt reagálni, és még meg is úszhatod a nagyon szoros, euh, nagyon szoros helyzeteket, hogyha milliméterrel is jobban tudod lekövetni a zenemét, mint ő téged, és jobban tudod célra tartani a fegyvert, akkor euh, mindenképp felül tudsz kerekedni egy párbajból még akkor is, hogyha egy tized másodperccel később el előni, mint a, mint az enemi. Szóval nagyon fair playnek éreztem a fegyvercsatákat, hogyha, hogyha megvan benned a skill ahhoz, hogy pontosan célozzál. Úgyhogy egy, egy jó pont ide, radarra egy jó pont oda. A pályák hozzák az elvárt Call of Duty 3 útvonalas részleget, és azon belül ugye a kisebb-nagyobb fedezékrendszereket, és megfelelően voltak dizájnolva, mint sniper, mint gépfegyver, illetve shotgun játékra is, és akkor itt kitérnék egy kicsit, de megint csak mondom, hogy béta, nem sok térképet kaptunk, itt kitérnék egy kicsit a negatívumra is, ha nem jelennek meg nagyobb méretű pályák, akkor ez a Call of Duty a Submachine Gun-ok -ok, uh, Call of lesz, mint a legtöbb Call of Duty az elmúlt időben. A Submachine gun -ok uralkodni fognak, mert hogy közel és középtávon uh, halálosak, nagyon gyorsan lőnek, nagyon precízen lőnek, és emiatt uh, a játékosok nagyon gyorsan meg is kedvelték őket, és sokan-sokan azzal játszottak. De a most bemutatott pályákon uh, az igazság az, hogy... Um, a szniperek és a submachine domináltak, mivel hogy az assault rifle konkrétan, ugye a rendes a táv, ahol a legjobbak lennének, és amitől az előnyük meg lenne, azokban a távokban nincs akkora a pálya, ami azt a távot igazán kihasználná. Ettől függetlenül például a vórjáték módban, amit kiemelek, hogy kifejezetten nagyszerű, azt kell mondjam, nagyon jó háromfajta objektíven kell keresztül menni, és a vígjátékban, tehát esküszöm, nézzétek rá a livestreamre, az utolsó Call of Duty um, videóra, ami fönt van, és uh, van ott egy War játékmód, amit leműveltünk hárman a csapatba, az utolsó százalékban, az utolsó, tényleg 98 százalékon állt a tank, amit be kellett nyomni a... a az enneminek ahhoz, hogy nyerjenek, az utolsó százalékban visszavertük. Tehát adrenalin, izgalom, a vor játékmód fantasztikus, és ez az egyetlen volt a war játékmód, ahol pályaszegmensenként volt akkora táv, ahol esetleg egy asszolt rájfőle -e boldogulni lehetett. És akkor például itt már akkor be is mutatnám az M1 Garandnak a problémáját, ami a másik Világháború egyik legikonikusabb fegyvere lenne, ugye klikkelge, klikkelgetve lehet vele tüzelni, és pont emiatt úgy éreztem például annak ellenére, hogy egy erős fegyver a szubjektív Ugmeshinganok uralta um, játékban, vagy a, érte, a gyors tüzelők uralta játékban, konkrétan egy M1 Garanddal, amivel legjobban szeretnék mondjuk játszani, nem igazán lehet érvényesülni. De reméljük, hogy ezen a jövőbeli pályák valami, valamelyest változtatni fognak, és az e-fajta Assault Rifle-ak, a klikkelgetős uh, fegyverek, azok kifogják így, hogy is mondjam... Um, emelkedni, hogy egy-két olyan pálya lesz. Szóval a változatosság, ezt majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Egyelőre uh, tényleg rettenet pozitív a War játék mod Nagyon jó, aki találva, szerintem nagyon népszerű lesz a TDM és Domination mellett is. Ez az, ami kellett a Call of Egy ilyen játékmód kellett. Lehet, hogy néhol egy kis overrash besugárzásod lesz, de a, az élmény, amikor lehozol egy 5 6 7 hetes es kill ott, ahol az enemy már a, a, ott a sarkával van ott annak, hogy, hogy nyernek, és te és a csapattársait konkrétan hárman voltunk ott, hogy kette hátról feleztek, meg a tank körül próbáltam leszedni az emberek, Ez az élmény, az összjáték is az, hogy, hogy a jutalom érzés, amit tud nyújtani, az sokkal több, mint például az orvás tud nyújtani egy végjátékban. Szóval uh, le a kalappal. Lehet, hogy kopisztak uh, valamit, de megújították annyiban, hogy többfajta objektívot kell, objektívon kell átmenni, és, és, azon felül kísérni a tankot, szóval nagyon-nagyon ki van találva. Fura, mond... Fura azt mondani a tavalyi, a tavalyi előtt is, az az előtti kodok óta, hogy ez a Call of Duty jó. Hogy megéri a teljes árát, nem tudom. Ne rendeljétek elő, várjátok ki, várjátok ki a valódi értékeléseteket, várjátok ki a, a, a kedvenc videósokat, akik tudjátok, hogy nem pénzért mondja el azt, hogy jó, a Call of Duty, várjátok ki, hogy ők kiértékeljék a teljes játékot, és esetleg utána vegyétek meg, ha úgy gondoljátok, hogy megéri számotokra a teljes árat, mert, mert még erre, erre várni kell. Ami hatalmas, hatalmas gond volt a bétában az a meglepően nagy mennyiségű csaló tehát elképesztő sok vl szerintem lát, aki ránéz a livestreamre mindegyik videóban, amit LiveStreet a minden mindegyik videóban fog látni, vh t fog látni. Én botos, mint mintha rögtön másnap írtak volna rá a komolyan a, he, a, a csalókészítők, programoztak volna rá egy csalást, és aztán valá, ha egy elkezdett csalni egy izén, már a másik is bekapcsolta, és már komolyan mondom. De amint találtál egy csalásmentes játékot tökéletesen élvezhető volt a játék. De most erre mit mondjak? Ha nem, nem is lenne Call of Duty, ha nem lenne benne egy botos egy vh vagy, 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 akármi. Szóval ez benne van a játékra. De még egy kritikus pont, a Call of Duty-nál a sniper játék szokott lenni, úgyhogy egy kicsit beszélnék arról is. A sniperek leginkább a kod 4-es MV2-es, kod 2-es időket öm, hozzák vissza. Könnyen lehet zoomolni, viszonylag gyorsan tüzelnek, nagyon erősek és quickscope, no scope képesek teljes mértékben, és az az igazság az, hogy ez a bl nem is nehéz velük quickscopolni, hogy őszinte legyek, ahogy néztem, no-scopolni, no quickscopolni. No szóval lesz belőlük egy jó párt, tehát annak, akinek unalmas, hogy már tele van az egész Call ugye quickscop, Quickscope, no 360, anyám van, ebben a kodban lesz. Tudjuk, hogy ez egy kritikus pontja a Call of Duty -nak, úgyhogy um, úgy néz ki, hogy teljes mértékben megvalósítható lesz. Ami... A kamp, amiben reménykedem, hogy, hogy nem fogják elkúrni, az remélem, hogy ilyen hülye fegyverszkinek, meg egyenruhaszkinek, meg ilyen fasságok remélem nem lesznek benne. Tehát max, nagyon max, ez a Battlefield stílusú legendary skinek, aki tudja, hogy, hogy néz ki a Battlefieldben a legendary skinek, az annak szóval, hogyha egy olyan stílusú fegyverszkineket behoznak, tényleg ilyen mintázat, enyhe aranyozás, stb. ilyen, mit tudom, elegánsabb fegyverek, stb. azt behozzák, wow, az nagyon jó lenne, de ha nem, akkor inkább hagyják meg skinek nélkül. A fegyverek kinézete top, tehát fantasztikum, ahogy, ahogy meg vannak csinálva, nem is vártam volna el kevesebbet a Call of Duty tól A mozgás, lövés nagyon responszív, nagyon jól meg van csinálva. Kellemesen csalódtam, ez lehet köszönhető annak is, hogy egy Helik High-End gépen volt a, abban, hogy nem volt inputlag, akinek bírja a videókártyája, mindenképp javaslom, hogy 60 um, 60 Hz fölé vagyis 60 fps fölé emelje az fps limitet, annak ellenére hogy hogyha 60 hz a monitorod, sokkal responszívebbé válik a játék, szóval öm, az mindenképp érdemes, és általánosban nagyon jól szórakoztam a játékkal, és, és fura is volt, hogy ennyi idő után, és komolyan mondom, öm, nem, 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 nem tudom, hogy mit csinálják vele. Többi mint nagyon színű, hogy meg fogom venni, de én is kivárom, hogy többet, jobban és több információt csorgassanak le, mert a beta élvezetes volt, de azért Call of Duty-ról van szó. Nem, hogy Call of Duty-ról van szó, mert a fejlesztőkkel nincs semmi baj, hanem Activision-ről van szó, mint kiadó, és ha valamit szeret az Activision az utolsó pillanatban behozni a meglepetés fasságokat, és kitalálni valami nem tudom milyen mikrotranzakciót meg rádákat és a többi Nos, srácok ez lett volna a beta alapján értékelő Call of Duty-ról nagyon kíváncsiak a véleményetekre aki játszott a Call of Duty-val írjátok le, hogy láttátok mit éreztétek, milyen volt nektek a tapasztalatotok, mondom, én kellemesen csalódtam. Vasárnaponként szoktam több többfajta játékot is, akinek tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel a következő videóig. Sziasztok!